Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. 48-as hadmérnökből vasút és csatorna építő, nemegyei Bódog. Nagyszebenben, nemesi családban született 1826-ban. A Bécsi Hadmérnöki Akadémián végzett, nemegyei Bódog első állomáshelye a Komáromi vár volt. Már főhadnagyként vett részt a győztes Pákozdi csatában. Kossuth Lajos megbízásából 2800 főnyi sereget toborzott a Dél-Dunántúlon, melynek 22 évesen a parancsnoka lett. Világos után nemegyei Bódog is menekülni kényszerült. A török számüzetésből 1851-ben érkezett meg New Orleansba. Amerikában a gróf nemegyei Félix nevet használva sikeres vállalkozó lett. Mahagóni fát szállított Mexikóból az Egyesült Államokba. Közben a mexikói kormány megbízásából felméréseket és térképeket készített az országról, majd főmérnöke lett az Atlanti és a Csendes-óceán közötti vasútvonal építésének. Később bekapcsolódott a Panama csatorna tervezésébe is. 1869-ben az USA kinevezte nemegyei Bódogot a mexikói Tabasco államba az ország konzuliának. Visszatérve Amerikába 1877-ben Nyugat-Virginiában vasolvasztót vásárolt a hozzátartozó szén és mészkő bányával együtt. Palackozó üzemet létesítve a feltörő ásványvizet is hasznosította. Cége virágkorában mintegy 300 főt foglalkoztatott. Nemegyei Bódog 1904-es haláláig a bányák és a palackozó üzem jövedelméből élt. Amerikai feleségétől két gyermeke született, Adele és Béla. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.